Sziasztok, üdv újra a csatornán! 3/4 hét van már, nem érkeztem el dolgozni, vagy hát 6-kor kezdtem el dolgozni, de úgy indult a reggelem, hogy kitiltottam magam mindenhonnan. Úgyhogy egyeztetnem kellett az IT-val, hogy légy szíha, dolgozzak. Minden így megoldódott. Ennyi baj legyen. És most még itt vagyok a konyhaasztalnál, mögöttem káosz. Nem sokára megyek ki majd az udvar, amikor megjönnek a villanyszerelők, ugyanis igen, megkezdődtek a villanyszerelési munkák. Tegnapra Szabit kértem, mert tegnap végezték a nagyja fúrást. Ugye kifúrták már a gyerekszobát, az előszobát, meg a nappalit. Ugye a mi szobánkat nem kell, mert amikor azt átalakítottuk kamrából, akkor azt ugye újra vezetékeltettük, meg a fürdőszobát sem kell, mert amikor mielőtt beköltöztünk, és ugye vettünk egy új bojlert, annak is új vezetéket vitettünk az órától, és akkor oda mindjárt csináltattunk ilyen dugót, konnektort, bigyót, úgyhogy azok megvannak, hál' Istennek, úgyhogy csak ez van, illetve ma fogják még kifúrni a konyhát, és akkor elvileg holnap meg már csak fent fognak dolgozni a padláson, meg kint az óránál, úgyhogy holnap már nem lesz kosz. Tegnapra ugye Szabin voltam, tegnapra kértem egy Szabit, hogy amíg a nagy fúrásokat csinálják, addig ne kelljen dolgoznom, léti-léti. Viszont mára már nem, mert spórolok a nyaralásra a szabadságokkal. Lányok még alszanak, de lassan majd ébreszteni kell őket, mert hogyha jönnek a villanyszerelők, akkor hát ugye nekik is, szegényeknek ki kell vonulniuk szépen az udvarra. Tegnap is egész nap kint voltunk. Ők mondjuk el voltak, mert fürdőztek, meg tökre jelvezték, hogy kint nézhetnek mesét ebben a kis sátorban, meg mit tudom én. Hát én már annyira nem élveztem a dolgot. De hát ez van. És mindjárt főzök magamnak egy kávét, mert hogy még kávézni sem volt ma időm. Aztán lassan vonulok ki az udvarra. Majd megmutatom, hogy milyen szép lyukak vannak a falban, úgyhogy maradjatok velem. Már csütörtök délután van, jó nagyot ugrottunk, nemrég mentek el a szerelők. És jelenleg ilyen állapotok uralkodnak a lakásban, azt se tudjuk hirtelen, hogy minek álljunk neki. Ugye fönn vannak az újak, azok körül ugye glettelni kell, a régiek, ugye, amiket megszüntettünk, azokat is, tehát hogy tényleg minden van mindenhol, jelenleg így néz ki, tehát hogy brutális. A gyerek szoba az, mert nagyjából le van glettelve, most azt várjuk, hogy száradjon, és akkor lecsiszoljuk. Lányok azok színt váltanak, az a fal az kicsit erősebb rózsaszín lesz, ez ugye föttyös fal volt, ez lesz lila. Úgyhogy meg majd úgy tologatjuk a bútorokat, hogy Lilinek majd beférjen az új íróasztala, meg a kis gurulós széke. Szóval a mi szobánkon kívül minden egyes helyiség így néz ki jelenleg. Jó, nagyon durva, hát ugye, de a mi szobánkban is káosz van, mert hogy ugye oda pakoltuk át az ilyen fontosabb dolgokat, a tévé konkrétan már be se fért a szobánkba, de amúgy annyira nincs sok helyen fúrva, mert hogy tök jól csinálták, azt hiszem mondtam is, hogy mindent fölülről hoztak le, és csak ott vannak így lefele fúrva, ahol ugye vannak a kapcsolók, meg a dugaljak. Úgyhogy hát nagyjából ennyi. Így állunk most, hogy sehogy. Én ugye 3 napig kindolgoztam az udvaron, hát az is azért megérte egy misét. Jó buli volt, fogalmazzunk úgy. Mindig körbe-körbe mentem az asztalt, ahol éppen nem sütött a nap, szóval tele katasztrófa volt az egész. Ma nem dolgozik Zsolti, hogy tudjunk haladni a festéssel, meg itt a javítással, viszont holnap neki be kell menni a Szegedre, én meg szintén dolgozom. Úgyhogy hát valószínűleg a hétvégére marad itt a budi nagy része. Kicsit már fáradunk, elég kényelmetlen azért így aludni, de reméljük, a szép lesz a végeredmény. A ritka borzasztóan nézek ki, de nézzétek el nekem. Szóval nem voltunk teljesen épp elmélőek, amikor mondtuk a lányoknak, hogy válasszanak ők, hogy milyen színt szeretnének, és pirosat mondtak. Úgyhogy így is örülünk neki, hogy rá lehetett beszélni erre a lila rózsaszín kombóra őket, vagy pontosabban rá lehetett őket vezetni, mert ez még azért a jobbik verzió. Ő szobájuk, ők nézegetik, olyan lesz, amilyet ők szeretnének. Úgyhogy mindjárt akkor állunk neki annak a falnak, és nagyon remélem, hogy végzünk,
úgy, hogy a lányok még be is tudjanak költözni, mondjuk van szerintem majd 40 fok, úgyhogy ez biztos vagyok benne, hogy ez meg fog hamar szeredni, főleg úgy, hogy ezek ilyen gyorsan száradó festékek. Na, hát ez rózsaszín. ez brutál rózsaszín lett. Most jön ez a fa, jó koszos, úgyhogy alapból ráfért már a festés. Ugye ez lila lesz, és hát nagyon remélem, hogy legalább a lányok szobáját be tudjuk festeni. Mind a kettő szín, ez is, meg ez is polifárbe. Mindjárt megmutatom, hogy melyikeket vettük. Szóval ez a rózsaszín, ez a... munkáskéz. Szóval ez a fuchsia F80-as polifárbe. Platinum, 2,5 literes. És hát konkrétan nagyon, nagyon jól fed, és semmi nem fogyott belőle. Ilyen kis zacskóban van benne. Mindjárt mutatom a lilát. A lila pedig a mesevirág névre hallgat. Szerintem nagyon szép ez a halvány lila. Ugye elvittük a lányokat magunkkal, és akkor ők választottak. Ó, ahogy látom, illatosított. Ezt még nem is láttam. Szóval illatosított, mosható, csepegésmentes. Ezt már is. Ez tényleg igaz, és ez is igaz. Ezt a kettőt még nem tapasztaltam. Mondjuk nem büdös, szóval akkor ezek szintén illatos. Ez nem piros, ez meg fehér. Ugye a többi fal ilyen lett, illetve a szobánk, ugye most nem a szobánk, hanem a nappalink. Az jelenleg barna is, mert nem tetszik, úgyhogy vettünk egy ilyen kéket, mert szerintem ez menni fog a kanapéhoz. Ugye nem az egész lesz kék. A kanapé? Nem az egész lesz kék, csak az a fal, ami most barna. Na, ilyen lett a lila. Igen, a videónál kicsit kékesebbnek látszik, de amúgy lilásabb. A kicsit pirosasnak tűnik a rózsaszín, de az előbb még nem ilyen volt. És nem tudom. Meg alapból ide most rossz lámpát raktak fel a villanyszerelők a lányok szobájába, mert ez a fürdőszobába való lámpa. És ők véletlenül ide rakták, úgyhogy ezt már ki kell cserélni. Itt lehet, hogy újra kell majd kicsit glettelni, vagy ilyesmi, hogy itt volt a régi konnektor, vagy kapcsoló. Most ide lejjebb került, az összes kapcsolót lejjebb rakadtuk, hogy Lotika is elérje. És a hétre vége, hál' Istennek. Az első nap volt a mai, hogy nem az udvaron dolgoztam a héten. Na, tegnap sikerült befejeznünk a nappalit. Ott még egy felmosóvödör, ott egy pizzás doboz. Zsolti Szegeden járt, és hozott nekünk pizzát ebédre. Ilyen színű lett a fal. Amúgy videón tök foltosnak tűnik. Igen. Aha. Gondolom az árnyék, vagy nem tudom. Nem tudom miért, de élőben egyáltalán nem foltos. Ez most fura, meg nem is ilyen a színe. Ugye? Tök már színe van. Itt ilyen szürkés, alapból meg kékes. Na, majd felhúzom a redőnyt, csak mosom a függönyt, és így nem akarom felhúzni. De hogy akkor ebben is kész lettünk. Viszont a konyhánk az jelenleg még így néz ki. Vettünk egy új... szagelszívót, úgyhogy ahhoz le kellett venni a szekrényeket is, meg itt még nem festettünk. Itt sincs még kifestve, és itt is káosz van, és kosz. Hát nem így akartam beállítani a kamerát, de a lányok megint eltörték az állványomat, ez már nem tudom hányadik, amit eltörnek. Úgyhogy most így, de a lényeg látszódni fog. Na, annyi a lényeg, hogy mondom, nem én vagyok az egyetlen, aki utálja felrakni a függönyt, mert hogy mindig szenvedtem vele régen, hogy egyforma legyen, és kitaláltam egy tök jó technikát, lehet, hogy ezt mások is így csinálják, csak nekem újdonság, de megmutatom, hogy ilyen hogyan rakom fel a függönyt, hogy fixen egyforma legyen minden egyes rész. Az a titka, hogy páratlan mennyiségű cipeszt fogjatok. Apa elment boltba, és először is felcsíptetjük a két végét. Így. Aztán elosztjuk. És ugye itt így most lelóg a függöny középpen. A középpen lévő lelógó részt megfogom. Na, így most talán jobban látszik. Szóval itt is ugyanúgy, ugye a kettőbe van rakva, itt lelóg, akkor ezt szintén megfogom, és a középsőbe belecsíptatom. Akkor itt megint lelóg, és megint belecsíptetem a középsőbe. És akkor így mindig meg lesz a közepe neki. Aj, megcsinálom a másik oldalt is. És hát ugye nem teljesen kopra egyforma,
ezért nyilván egyformább, mint a laboli szemmértékre. Úgyhogy szerintem ez tök jó. Na hát, ilyen lett a gyerekszoba. Ott majd javítanom kell, mert ott nagyon ráraktam a tézaszalagot a falra, úgyhogy ezt icipici ecsettel ott meg kell csináljam. De így azért látszik, hogy ez rózsaszín. Ez meg ilyen szép lila, úgyhogy szerintem elég jó lett a kontraszt. Ott fölül is egy picit belelógott, úgyhogy ott is meg kell csinálni. De összességében elégedett vagyok, úgyhogy a lányok már este itt aludtak, tehát ebben estére végeztünk. Úgyhogy ez már teljesen rendben volt, és akkor ugye megcsináltuk a nappalit is. Azt már nem is emlékszem, hogy arról csináltam a videót, mert annyira nagyon fáradt voltam. Most pedig már a konyhánál tartunk. Vasárnap délelőtt van, és most mondhatom el azt, hogy készen vagyunk, úgyhogy hát majdnem egy hétig szenvedtünk lényegében. Ugye ki van most már festve mindenhol, ki is van takarítva mindenhol, úgyhogy elvileg megvagyunk. Még a fürdőszobát ki kell takarítanom, mert az ugye most nyilván ezzel alatt az egy hét alatt nem takarítottam fürdőszobát, úgyhogy azt még meg kell csinálnom, de már az a legkevesebb. Tehát, hogy eddig utáltam fürdőszobát takarítani, de most úgy vagyok, hogy simán, nem, most már az a legkevesebb tényleg. Erről a falról szeretnék beszélni nektek egy kicsit. Ugye ez a nappali fal, ez barna volt eddig, és amikor elmentünk megvenni a festékeket, ugye a lányok szobájához, meg fehéret, stb. Akkor ott láttam ezt a szürkés-kékes festéket, és úgy voltam vele, hogy úristen, mennyire rohadtul jól néz ki, és tökre venni fog a kanapéhoz. Zsoltinak is nagyon megtetszett ez a szín, úgyhogy fogtuk, ezt felfestettük, minden tök jó volt, és mikor ugye ezt éjszaka csináltuk, és mikor másnap napfényben észrevettük, akkor tűnt föl, hogy hiába másik márkájú festék, ez a szín kb. Teljesen ugyanaz, mint amit a konyhába festettünk tavaly azokat a cikcakokat. Úgyhogy most kb. Az egész házban ilyen szín, mert jó, mondjuk picit más a árnyalat, tehát ez világosabb, szürkésebb árnyalat, a kinti az meg inkább ilyen zöldesebb árnyalat, de nagyon-nagyon hasonló a kettő. De hát legalább rájöttünk, hogy melyik az a szín, amit mind a ketten nagyon szeretünk Zsoltival. Tehát azért volt ennek előnye. Az igazság az, hogy picit azért kettős érzéseim vannak ezzel a felújítással kapcsolatban most. Egy az, hogy tök jó, hogy tudom, hogy biztonságos a hálózat, ugye most ott vannak konnektorok, ahol szeretném, mindegyik villanykapcsoló egy magasságba került, ahogy a Lotti is el tudja jönni, tehát hogy tényleg tök jó az egész. A másik része a dolognak az, hogy kifizettünk egy zsák pénzt, egy hétig eszméletlenül, kényelmetlenül, eszméletlen nagy kocban éltünk, és valójában semmi látszatja nincsen. Tehát, hogy ki van festve, visszakerültek oda a bútorok, tehát, hogy tényleg aki most bejön, az azt mondja, hogy jé, kifestettétek a nappalit, tehát, hogy maximum ennyi vehető észre a dologból, úgyhogy ez azért kicsit frusztráló. Úgyhogy tényleg ilyen kettősségek vannak bennem. Amúgy szegedi villanyszerelők csinálták, és nagyon-nagyon meg vagyunk velük elégedve. Szeged 100 km-es körzetében végeznek villanyszerelési munkákat, úgyhogy ha esetleg valamit szeretnétek, akkor nagyon szívesen elküldöm nektek az elérhetőségüket, mert tényleg nagyon szépen dolgoztak, gyorsan dolgoztak, korrektek voltak, árban is teljesen elfogadhatóak, mindenről számlát is kaptunk, úgyhogy tényleg ez a csak ajánlani tudom őket, nagyon-nagyon ügyesek voltak. Úgyhogy mondom, hogy ha esetleg Szegeden vagy Szeged 100 km-es körzetében kerestek villanyszerelőt, akkor az ő elérhetőségüket instán írjatok rám, és akkor az ő elérhetőségüket elküldöm nektek. Na, szóval ennyi. Túl vagyunk rajta. Elvileg most már a házon belül semmilyen felújítási munka nem fog történni. Ugye új padló van, új radiátorok vannak, új villamos hálózat van, új vízvezetékek vannak, szóval tényleg házon belül már elvileg semmi nem fog történni, hál' Istennek. Úgyhogy lekopogom, kész vagyunk ebben a felújítással. Még van egy kazáncserénk, amit valószínűleg szeptemberben csinálnak meg, de az már csak egy egynapos munka is kinn a kazánházban, szóval itt bent a házon belül ez nem fog befolyásolni semmit. Úgyhogy én ezt kijelentem, hogy kész vagyunk a felújítással. Lezárult a felújításunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ez alatt a 2 év alatt. Igen. Úgyhogy ez már 2 éve megy. Találkozunk legközelebb egy következő videóban. Sziasztok!